Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról részvőket is. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, mi vagyunk a PPA egyik 10-es igazgatóházas párja. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Barta Tusek János vagyok. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Nekem a PPA előtti foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, boltéladóként dolgoztam. Ma már viszont csak a PPA-val foglalkozunk, tehát a tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. Gyulán élünk, házasságban van egy lányunk, egy 14 éves lányunk. Én a Nyílt Akadémián azért kezdtem el tanulni, mert láttam először is a páromon a változást, mert ő kezdte el a képzéseket hamarabb, aztán majd rá 4 hónapra én is csatlakoztam. És én azért kezdtem el, mert hogy hallgattam a képzéseket, azt láttam, hogy itt meg fogom kapni, megkapom azokat a módszereket, amit be tudok építeni az életembe. Ugyanis nekem mindig kerestem azt az élet minőséget, hogy jól érezzem magam ebben a világban. Tehát ez arra értek, hogy jól tudjak bánni az élet bármelyik területén. És itt megkaptam rá azt a módszert, és megkaptuk azt a mestert, aki ezt kiválóan át tudja nekünk adni, Szedlacsik Miklós. És ezen belül még nem csak hogy tudást, hanem egy olyan lehetőséget is kapunk a tanítás mellé, hogy ezt tudjuk gyakorolni is. Ami számomra nagyon fontos volt, mert mi bármerre voltunk, gyakorlási lehetőségünk nem volt meg. És én azt tapasztaltam, és azért is tudunk itt lelkileg és szellemileg is nagyon gyorsan fejlődni, gyorsabban, mert megvan rá a gyakorlási lehetőségünk. És ez még, ami nekem nagyon szimpatikus volt, és hiányzott a tanulás mellé. Hogy én miért kezdtem el a képzéseket annak idején, 2014. októberben? Mert, hogy elmondta a párom, mi nagyon sok fele voltunk Magyarországon, és mivel mi foglalkozunk szervezéssel, nagyon sok emberrel beszélgetünk, akik számunkra elsőre úgymond idegenek már, mint felfogásban. Nekem már senki nem idegen, de ugye aki a másik oldalon, neki lehet, hogy én idegen vagyok még. És nagyon sokszor találkozunk olyan dolgokkal, hogy azt mondja az ember, hogy ő egyedül csinálja, vagy ő már nagyon sok spirituális dologgal foglalkozott, és megvan az útja. És egy kis tévedést szeretnék itt most kijavítani itt a karácsony elején. A legtöbb vezető, aki a PPH-ba vezető lett, az valamilyen spirituális vezető volt előtte. Vagy többfajta spirituális képzésen vett részt, és aztán kipróbálta magát ezen a területen, mint tanító. Aztán jöttek el a PPH-ba, és kezdtek el tanulni Szedlacsik Miklóstól. Újra kezdték. Belátták, hogy kevés. Belátták azt, hogy a Szedlacsik Miklós sokkal többet tud, sokkal jobban el tudja mondani, és gyakorlatiasabb. A földi világban teljes mértékben használható tudást ad át. Ez a spirituális tanokról egyáltalán nem mondható el, hogy ennyire használható lenne. És én is beláttam ezt, és újra kezdtük az egészet. Párszor megbirkóztam az egómmal, ez még tart is, de hát ez van. Az ember egy önismereti folyamaton megy keresztül a PPH-ba, sok-sok éven keresztül, és megtalálja saját magát, és megtalálja a helyét az életben. Ezt ilyen szempontból így megcsinálni a PPH-n kívül nem lehetséges. Én ezt mondom, és ezt vallom már most innentől kezdve. Ez így van. Úgyhogy aki minket most először hallgat, vagy hallgatott egy párszor, így hallgassa a Szedlacsik Miklóst, hogy én azt mondom nektek, hogy a legnagyobb igazságok és a földi viszonylatban legszorosabban igazat mondó ember az maga Szedlacsik Miklós. És ha őt követed, avval rosszul nem jársz, másfelel meg sok a téves adat. Így lehet ezt így elmondani. Na hát én ezért lettem PPH-s. És amikor idejöttünk tanulni, én azt úgy most mondtam is a mesternek, hogy csak tanulni jövök, én nem fogok szervezni, nem szeretnék vezető se lenni, majd lesz valami. És azt mondta, hogy jó. És eltelt 8 év, és lett egy egész más életünk.
amire nem számítottam, vagy ha számítottam is valami jobbra, akkor én mást láttam ebből ki. Hál' Istennek semmi nem úgy lett, hanem sokkal jobb lett, sokkal másabb, és ez így fantasztikus, egyveleg az életünknek, ami lett belőle. Hát most így szerintem előjáróban ennyi elég lesz. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Mi ez a kombináció? Mind a földi viszonylatban, ugye a pénzügyekben, vagy ingatlan ügyekben, vagy szellemi dolgokban, mindenben tud tanácsot adni, mindenről tud tanítást adni, részletesen. El tudja mondani a lépéseket, hogy mit, hogy kell kijavítani, ha már el van rontva. Úgy nagyjából egyébként biztos lehetsz benne, hogy ahhoz képest, amit itt tanulhatnál, ahhoz képest, hogy biztos, hogy tele van rossz dolgokkal az életed. Én ezt megtapasztaltam. Azt hittem, hogy marha jól csinálom egyébként. Én úgy jöttem ide, hogy mondtam a mesternek, hogy én ezt már tudom, én is csináltam ilyet, de majd tanulunk valamit. Egy pár hónap alatt néztem a régieket, olyan csendesek. Persze, mert a bölcsember a csendes, tudjátok? Az hallgatja a mestert. És odafigyel rá. Nem vitatkozik, nincs nagy hangja, hanem figyel, hogy tanuljon, miket mond. Így lehet jól tanulni. És én is így elcsendesedtem, és elkezdtem újra tanulni mindent. Jobban jártam így. Tehát mindenre van tanítás, megoldás. A vezetésével a PPH 4 területen ért el piacvezető pozíciót úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. A PPH spirituális közösség vezetője, Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és olyan képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni. Azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Hát ugye akárki nem kap ilyen képességeket, ezen is el kéne gondolkozni. Tehát olyan ember, akinek nincs rendben az etikája, akit nem próbáltak ki életén keresztül mondjuk megvesztegetni, vagy nem volt ilyen pozíciókban, nem adnak ilyen tudást és képességeket. Sokszor volt már szó első részekben, hogy etikátlan ember mit csinál a tudással? Egyből rámászik a másiknak a nyakára, és kihasználja. Szóval ezen is el kell gondolkozni. Ibolya? Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Miért vagy itt? Tanulni, fejlődni? Miért? Ja, mert kint hideg van, itt meg meleg. Hát persze, ez is jó. Igen. Jó, tehát nem véletlenül vagy itt, nem? Tehát nem úgy volt, hogy tudom, itt jártál valahol itt a környéken, aztán valami beléd csapott, hogy hú, neked ide most föl kell jönni. Tehát valószínűleg nem így vagy itt. Hát elég érdekes világban élünk, nem? De elég sok gond van ezzel a jelenlegi világgal. És gondold végig, hogy mióta te az eszedet tudod. Mondjuk így, hogy az emberek jobban érezzék magukat a bőrükben. Mi valósult meg ebből? Hogy az emberek jobban érezzék magukat a bőrükben. Mi valósult meg abból?
Tehát nem azért születtünk ide emberként, hogy boldogan éljük az életünket, csak úgy kérdezem. Vagy azért születtünk, hogy olyan rossz hangulatúak legyünk, mint általában az emberek rossz hangulatúak? Hát honnan tudni, hogy az emberek rossz hangulatúak? Nagyon egyszerű. Nekem nagyon nagy rokonságom van, nagyon népes, mikor még legény voltam, anyai ágon kiszámoltuk anyuval, hogy akkor voltunk 170 valahánya. Ezáltal elég sok lagzimban voltunk, főleg ugye az én gyerekkoromban, legénykoromban, majd fiatal házas koromban, hát volt olyan év, hogy például 5 lagziba voltunk, és ugye rengeteg lagziba voltunk, és tudjátok, ez régen úgy működött, még mondjuk a 70-es, 80-as években, hogy elment egy lagziba, megszólalt egy zene, és 5-10 percen belül a társaság nagy része táncolt. Tehát 5-10 perc után táncoltak az emberek. Az elmúlt évben, mennyi? 4 vagy hány lagziba voltunk? És lényeg, de többen, mert ugye voltunk lenn vidéken is, tehát 4-ben voltunk, 4 vagy 5 lagziba voltunk, és a társaság nagy része, tudod mikor kezdett el táncolni? Éjfél után, tehát kellett nekik 6 óra, hogy igyanak annyit, hogy táncoljanak. Tehát ott gondold bele, hogy elindult a zene, és 5-10 perc után táncoltak, hát 5-10 perc alatt nem tudtak annyit inni, hogy táncoljanak. Tehát ami azt jelenti, hogy általánosan az emberek hangulata jóval rosszabb, mint annak idején. De nehogy azt hidd, hogy csak a fiatalok táncoltak. A 60 év fölöttiek is ugyanúgy fölálltak 5-10 perc, 15 perc után, és táncoltak. Érted? Az esküvőkön, a lagzikon. Tehát nem csak a fiatalok. Tehát a fiataloknak is sokkal jobb hangulatuk volt, mint most a fiataloknak. Az időseknek is sokkal jobb hangulatuk volt, mint most az időseknek. Tehát általánosan itt évtizedek alatt az emberek sokkal, de sokkal rosszabb hangulatba lettek és vannak, mint régen. És akkor ha te fiatal vagy, azt tanultad, hogy akkor volt az elnyomás. Tehát a szocializmusban. Hát mondom, 5-10 perc után táncoltak az emberek. Mit tudom én, akkor olyan lagzikban voltunk, hogy 100-150-200 fős lagziba. És fölálltak az emberek és táncoltak, érted? Tehát nem ilyen 20-30-40 fős lagzikban voltunk, mint mostanában. Tehát akkor 100 fős lagzi alatt nem is voltunk. Nem is volt olyan, hogy 100 fő alatti lagzi, amiben lettünk volna. Érted? És a társaság nagy része az 5-10 perc után táncolt. És ugye a tánc az egy jó kedv. Tehát ami azt jelenti, hogy 5-10 perc után már a zene jó kedv szintre hozta föl az embereket. Tehát ami azt jelenti, hogy nem voltak rossz hangulatúak, hogy olyan magas szintre föl lehetett jönni. És most kell nekik 6 óra, meg kell nekik egy csomó pia, hogy jó hangulatúak legyenek az emberek és táncoljanak. Mi a mai napig is elmegyünk egy bálba vagy egy esküvön, általában mi kezdjük el a táncot. Most is. Tehát nem csak akkor, régen, most is. De nem az a lényeg, hogy mi nekünk milyen hangulatunk van, hanem az a lényeg, hogy az embereknek milyen hangulatuk van. Mert a világ, hogy mennyire jó, abból lehet lemérni, hogy az emberek milyen jó hangulatúak, vagy milyen, mennyire kevésbé jó hangulatúak. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyit lehet vásárolni. Gondold végig, a 70-es, 80-as években közel nem volt ennyi termék. Az emberek közel nem költöttek ennyi pénzt, mint manapság. És mégis jó hangulatúak voltak. Tehát nem attól függ a jó hangulat, hogy mennyi pénzt költesz el havi szinten, hanem attól, hogy milyen jó kedvű vagy.
Oké? Tehát a legtöbb ember most azt gondolja, hogy az az életének az értelme, hogy minél több pénzt költsön. Hát szerinted neked mi az életed értelme? Ugye megkérdeznéd a legtöbb embert, nem akik itt vannak, hanem akik kint vannak. Megkérdeznéd, hogy mi az életük értelme, vajon mit mondanának? Hát például van, aki azt mondaná, hogy túlélés. Jó, akkor azt mondanánk, hogy akkor egy szinten vagy az állattal? Mert az állatnak az a célja, hogy túléljen. Az életének az értelme az, hogy túléljen. Akkor menjünk tovább. Mit mondanának még az emberek? A gyerek, nem? A gyerek, az élet értelme a gyerek. Akkor meg lehetne ugye két dolgot kérdezni. Az egyik rögtön például az, hogy és ha kirepül, akkor kit nevelsz? És kivel foglalkozol? Mert ugye a felnőtt gyerekek legtöbb esetben a szülőkből már köszönik szépen, nem sokat kérnek. Nem? Tehát akkor valahogy ez ott megdőlt. Tehát nem úgy van, mint régen, hogy elkezdtek szülni már 10 évesen a nők, aztán mondjuk 40-45 éves korig folyamatosan szültek. Vagy legalábbis rendszeresen. Már nem így van. És akkor mire befejezték ugye a gyereknevelést, voltak 40-45, akarom mondani 60-65 évesek. Tehát 55-60-65 évesek. Attól függ ugye, mikor fejezte be. Hát most is akkor fejezik be a gyereknevelést, csak az a különbség, hogy ugye nem 20 éves korba kezdik, vagy 20 éves kor körül kezdik, hanem sokan 35 év után kezdi a gyerekszülést. Szóval ráadásul megint meg lehetne kérdezni, hogy gondold végig, hát az állatnak is van egy olyan, tehát van a túlélési ösztöne, és van a faj fenntartási ösztön. De ez ösztön. Ebben a tudatosság mennyi van? Gondold végig. Hol a tudatosság? Tehát hol a tudatosság a túlélésben? Hol a tudatosság a fajfenntartásban? Akkor ugye mit mondanának még az emberek, hogy miért kellene túlélni, vagy miért, mi az életének az értelme? Vásárol mindig többet. Hát nem vásárolni, inkább azt mondanám, minél többet pénzt költeni, mert hogy most az vásárlás, vagy mire költi, mert mondjuk az a lényeg, hogy pénzt költsön. Mert ugye mondjuk elmegy nyaralni, azt nem tekintjük vásárlásnak, de pénzköltésnek tekintjük, vagy elmennek üdülni. Ugye Magyarországon az elmúlt időszakban, mióta bevezették ezeket a munkáltatók által adott olyan ilyen adó, kedvezményes, kezdetben adómentes kifizetések, amit ráraknak egy kártyára, például ezt most úgy hívják, hogy szép kártya, ugye ez felfokozta az üdülési kedvet, mert hát valahol el kell költeni azt az évente több százezer forintot, amit ugye így ki lehet fizetni. És ugye ezt mivel másra nem lehet elkölteni, azért az emberek elkezdték az üdülést. Csak ugye ebben egy gond van, hogy az ember ehhez hozzászokik, kettő, nem EU-konform. Ami azt jelenti, hogy az EU előbb-utóbb le fogja állítani, csak úgy mondom. És onnantól kezdve, akik hozzászoktak, ugye ezt Magyarországon most szép kártyának hívják. Tehát akik hozzászoktak, hogy állandóan menni kellett ugye azért üdülni, hogy azt a pénzt azt le tudják üdülni, amit ugye oda tesznek a szép kártyára, azok mivel megszokták az üdülést, akkor is akarnak majd üdülni, ha már nem kapnak ilyen kedvezményes juttatást. Mondom, nem EU-konform. Tehát az Orbánék, a kormányunk így próbálja kikerülni az olyan pénzeket, ami miatt ki kell pénzeket fizetni az EU-nak. Nem tudtátok?
Én foglalkoztam ilyen dologgal is a múltban, amikor pénzügyi területtel foglalkoztunk, majdnem csináltam ilyen kártyát én is, majdnem, ezért ugye jobban bele mentem ebbe a dologba anno annak idején. Ez így működik, azért találták ki, mert ugye az egyéb kifizetések után ugye az EU-nak ki kell fizetni pénzeket, de ezután nem, itt az azt jelenti, hogy itt marad a lóvé, és ez az EU-nak nem tetszik, és ezt előbb-utóbb meg fogják szüntetni, ezt csak mondom előre, jó? Tehát minél jobban beleszól az EU mindenbe, annál jobban természetesen már ebbe is bele fog szólni, mert nem tudom, azt figyeltétek-e, hogy mióta EU tagok vagyunk, az EU egyre jobban beleszól mindenben, hogy mi történjen az országokban. Tehát ezért ugye azok szerencsések, azok az országok, amelyeknek, akik nem EU tagok, mert ott nincs egy EU, amely központi EU, amely beleszóljon az országok működésébe. Például Norvégia. Jó, szóval lényeg az, mert ugye az nem EU tag. Szóval érdekes világot élünk, és mondom, ha megnézed az életed értelmét, mi az életed értelme? Hát az az életünk értelme, hogy költekezzünk, üdülni járunk. Az az életünk értelme. Tehát van itt egy dolog, ha egy kicsit tovább mennék, hát megyek, jó. Csak rossz billentyűt nyomtam. Ezt ide visszatekerem nektek. Azt ott valamit elrontottam. Itt vagyok. És ezt kell nyomni. Jó? Tehát van itt egy olyan, hogy aranykor. Most ezt hagyjuk, ezt békén, ezt a témát egy kicsit. Jó? Mi az élet értelme? Tételezzük fel mondjuk azt a témát, jó, hogy nem lenne aranykor. Tehát mintha nem is kellene, hogy legyen aranykornak, jó? Tehát kell, hogy legyen, csak mondom, mintha nem is lenne. Ha nem lenne aranykor, akik itt tanulnak, attól kérdezném, mi lenne az életed értelme? Tehát mi az ember életének az értelme? Tehát mi? Tehát a túlélés. És akkor gondoljuk végig, meddig fogunk szaporodni? Na, a túlélés. Meg a fajfenntartás. Akkor ez a bolygó meddig szaporodik? Ja, hogy majd, hogyha kinőttük a bolygót, akkor megyünk egy másikra. És ott mit csinálsz, ahol nincs légkör? Mit kezdesz avval a bolygóval? Hova akarsz menni? A Vénuszra vagy, vagy a Marsra, vagy hova? Ha nincs légkör. Érted? Oda nem tudsz menni. Hogy gondoljátok ezt, hogy mi az ember életének az értelme? Tehát gondoljátok végig, sokan azt gondolják, hogy egy életem van, egy halálom van, nem? De ha az embernek egy élete van, egy halála van, akkor mi az ember értelme, életének az értelme? Tehát mi? Tehát ha azt mondod, hogy az életünknek igazából nincs értelme, akkor megint csak nem jól gondolkodsz, mert hát ha megnézed az egész élővilágot, akkor az élővilág az egyik tehát élőlény szolgálja a másikat. És megnézed, az összes élőlény egy magasabb rendű élőlényt szolgál. És akkor eljutunk az emberig, mondhatjuk azt, hogy akkor ezáltal az összes élőlény valamilyen szinten közvetett vagy közvetlen módon minket szolgál, embereket. És akkor mi mit szolgálunk? A rombolást? Mit szolgálunk? A pusztítást? Azt szolgáljuk, hogy mit tudom én, mondjuk az egész Szahara az régen egy zöld terület volt, mint például most olyan terület volt, mint például Dél-Amerikában az Amazonas környéke, érted? És akkor ehhez képest az ember elérte, hogy egy homoksivatag legyen. Az ember érte el,
hogy a Szahara az homoksivatag. Tehát amikor te azt tanultad, hogy mennyi kultúra volt az egyenlítő környékén, ugye az egyenlítő ugye környéke az azt jelenti, hogy a baktérítő és a ráktérítő között mennyi kultúra, ősi kultúra volt ilyen Egyiptom meg ilyenek, az azt gondolod, hogy ők a sivatagba éltek, akkor te óriási tévedésben élsz. Az nem sivatag volt, hát az ember bolond lenne a sivatagban élni. Hát ezért jönnek el az afrikaiak, mert elegük van abból, hogy ott nincs semmi. Érted? Tehát régen meg sokkal könnyebben történt népvándorlás, mint mostanában, mert nem voltak határok. És fogtak, úgy mentek át a határokon, ahogy akartak, mert nem voltak határok. Tehát régen nem voltak olyanok, hogy országok, területek voltak, de országok nem voltak. És nem voltak országhatárok, mikor régen? 1000 évekkel ezelőtt. Pont akkor, mikor egyiptomi kultúra volt és egyéb kultúra. Nem voltak ilyenek, a népek vándorolhattak simán, mint ahogy vándoroltak is itt Európába. De ők onnan nem akartak eljönni, hanem inkább felélték azt a környezetet, amiben voltak. Miért most nem élik föl? Hát gondold végig, bejött ez az energiaválság, azt vágják ki a fákat. Mert hogy el kell tüzelni, hát melegedni kell. Mint hogy kitermelnék itt is a palagázt. Érted? Nehogy már kitermeljék a palagázt. Hát az Amerika ki tudja termelni a palagázt, ugyanúgy Európában is ki lehetne termelni a palagázt, alattunk egy csomó gáz van. Hát elég nagy gáz van ebben az országban. Érted? És nem termelik ki. Hát miért? Mert az összes gázt, amit termelünk, eladták a franciáknak. Sőt, a kitermelés jogát is eladták a franciáknak. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, a franciáknak meg miért lenne érdekük itt termelni, érted? Nekik nem érdekük. Ők nem franciák laknak itt. Ha franciák laknának itt, akkor lehetne érdek, lehet, hogy érdekük lenne kitermelni. De mivel magyarok laknak itt, ezért nem érdekük. Tehát gondold végig, mi az életed értelme? Mi a küldetésed? Mi? Tehát mondom, ha jobban megnézzük, akkor az lenne, hogy pusztítsunk mindent. Itt van a fehér ember. A fehér ember az egész bolygón, hát úgy körülbelül 1/8 az emberiségnek. És több energiát fogyaszt, és többet pazarol, mint a 7/8. Érted? Többet. Tudtad? Nem? Akkor nézz utána, nem tudtad. Ugye nem csak itt élnek fehér emberek, Európában, hanem Észak-Amerikában is. És úgy összességében a fehér ember az többet pazarol, többet herdál, több energiát fogyaszt, mint a 7/8. Érted? Tehát ezért vagyunk. Tehát mit mondanál? Mi a küldetésed? Tehát hogyha azt mondanánk, hogy egy életünk van és egy halálunk van, amit a legtöbb ember mond itt Európában, tényleg ezt mondja a legtöbb ember, hogy egy életünk van, egy halálunk van, akkor igazából az életnek, az emberi életnek az ég adta világon semmi értelme nincs. Szó szerint. Tehát akkor gyakorlatilag az van, hogy éljünk föl mindent. Mert egy életünk van, egy halálunk, nem? Tehát magyarul minél többet kell felélni, tehát minél több dolgot kell élvezni, mert ugye ez a lényeg, csak ebben van egy gubanc. Ugyanis a bolygó nagy része az nem úgy gondolja, hogy egy életünk és egy halálunk van. És az elmúlt 100 évig, tehát az 1900-as évek végéig a bolygó nagyon nagy része, mondhatjuk azt, hogy 97-98%-a úgy gondolta, hogy nem egy életünk és egy halálunk van. És akkor hirtelen megnőtt az emberiség, és elkezdődött egy olyan tanítás, hogy egy életed, egy halálod van, mikortól? A 20-as évektől,
amikor beindult a világban a második világháborút követő recesszió. Tehát a recesszió ugye azt jelenti, hogy hát hogy lecsökkent a forgalom, tehát a termékeknek a forgalmazása megállt gyakorlatilag, tehát nem volt fizetőképes kereslet, és nem tudták eladni a termékeket, és nem is akartak vásárolni igazából az emberek, mert nem is nagyon volt pénzük. És a 20-as évektől Amerikában kitalálták, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az egészet felbojdítsák, és beinduljon egy fogyasztói társadalom. És amióta beindult a fogyasztói társadalom, annak az lett a két következménye, illetve több következménye, sorolom a következményeket. Az egyik következmény az, hogy az emberek elkezdtek vásárolni, és elhitették az emberekkel, hogy akkor működik jól egy gazdaság, hogy az emberek minél többet vásárolnak. Oké, és akkor lesz ez nekik jó, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy elkezdték szétrombolni a legkisebb közösségi egységet, az pedig a család. Tehát szó szerint. Hogy rombolják szét? Hát, hogy nem megjavítunk egy párkapcsolatot, nem ez az elv van, hanem ugyanaz az elv van, mint a műszaki dolgoknál, hogyha valami elromlik, cseréld ki. Ha elromlik a párkapcsolatotok, akkor cseréld le a párodat. Vagy nem ez az elv van? Ha nem ezt az elvet látod, akkor te nem tudom, hol élsz. Akkor ugye mi lett még? Az is lett, hogy az emberek elkezdtek másként gondolkodni avval kapcsolatban, tehát elindították a kötelező tanításokat. Ez is az USA-ból indult el, ugyanúgy, mint a fogyasztói társadalom. Elindították a kötelező oktatást, és a kötelező oktatásban elkezdtek más tanítani, mint a nem kötelező oktatásban. Gondold végig, a nem kötelező oktatásban a tanár szabadon oktathatott. Szabadon. A kötelező oktatásban tanterv alapján kell oktatnia. És a tantervben meg van határozva, hogy mit oktathat. Na, akkor én mondom ezzel kapcsolatban, hogy mi coachképzéseket tartunk, a coach egy szakma, amiben lehet bizonyítványt és diplomát is kapni, de szeretném mondani, hogy nem akkreditált a coachképzésünk, nem is akarjuk, hogy akkreditált legyen, mert akkor megmondanák nekem, hogy én mit taníthatok. Tudod, mikor fogják nekem a bolygón megmondani, hogy én mit taníthatok? Soha. Világos ez? Soha. Márpedig a tanároknak megmondják, hogy ők mit taníthatnak. Oké? Ezért ugye nem is szeretnék gyerekeket se tanítani, mert hiába tanítunk gyerekeket, hogyha hülye a szüleje. Érted? Szó szerint. Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, bevezették az állami oktatásokat, tehát vagy az államilag ellenőrzött oktatásokat, most ez részletkérdés, hogy honnan nézzük, és tantervet adtak ki ugye egyre több és több országban, onnantól kezdve az embereknek taníthatták azt, hogy evolúció, és taníthatták azt, hogy egy életünk és egy halálunk van, és olyan nem létezik, hogy Isten. Oké? Olyan nem létezik. Olyanok meg, hogy istenek, olyanok meg aztán végképp nem létezhetnek. Persze maradt egy pár vallási iskola, ahol továbbra is tanították az, hogy van egy Isten, természetesen. De ha az egy Isten elvet nézzük, akkor az egy Isten elvnek semmilyen logikája nincsen. Tehát abban nem tudsz logikát találni. Semmit. Az egy Isten elvben. Jó? De most nem megyek ebben a kérdésbe bele, tehát semmi logika nincs. Gondold végig, egy Isten hogy foglalkozik egyszerre 8 milliárd emberrel? Egyszerre.
semmilyen lény nem képes erre a világegyetembe, ne, onnantól kezdve gondold végig, nem logikus. Tehát egyszerre mondjuk megy be hozzá mondjuk 1 milliárd kérés, egyszerre hogy teljesít 1 milliárd kérést? Gondolkozz logikusan, oké? Tehát teljesen logikus, logika ellenes az, hogy a világegyetemben van egy Isten, aztán ó ne zsenálj. Jó? Szóval bejött az a fajta világnézet, amit ugye behoztak, hogy mi, mit tudom, a papucsállatkából lettünk. Hát ha ők azt hiszik, hogy valaki azt hiszi, hogy a papucsállatkából lett, én simán ráhagyom. Mert körülbelül azon a szinten van, mint egy papucsállatka. Körülbelül. Jó, tehát lényeg az, hogy bár sok olyan férfi van, akire azt szokták mondani, hogy papucs, meg a felesége azt is mondja, hogy állat, ebből lehet, hogy ebből a kettőből össze lehet hozni, tudod? És a papucs állatkát. De ugye ez két különböző gondolat, vagy gondolatsor. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol az oktatásnak köszönhetően teljesen ellentétes világnézetet oktattak az embereknek, például az ember teremtéséről, az ember létrejöttéről, az ember életéről, teljesen ellentétest, mint amit addig oktattak azok a tanárok, akik nem voltak tantervhez kötve. És azok a szülők, akik nyilván ugyanígy tanterv nélküli iskolába jártak természetesen. Tehát gondold végig ezt az egészet logikusan, hogy elkezdett egy gyerek ilyenekről tanulni, hogy nincs olyan, hogy Istenek, meg nincs olyan, hogy Isten, stb. Stb. Meg egy életünk van, egy halálunk van, mert hogy nem bizonyította a tudomány, hogy volt előző életed, meg lesz utána életed, mert ugye mindent elkezdtek a tudományra rárakni, és az egész oktatási rendszer a tudományra épül, méghozzá nem a mostani tudományra, nem a kvantum tudományra épül, hanem a sima mezei fizikára. Oké? Okay? Tehát már rég van kvantum fizika, de még az iskolákban azt az elméleteket, amit a kvantum fizikában már bebizonyítottak, azt így kihagyják, és a fizikára hivatkoznak, még a darwini időszakra hivatkoznak, érted? Azért, mert ha a kvantum fizikát megnéznék, akkor tudni kellene, hogy a kvantum fizikába bebizonyított, hogy mindenben, amiben atom van, atom, abban a protonnál és a neutronnál is kisebb részecskékben van valamilyen egységes isteni energia. Érted? Ezt a kvantum fizika bebizonyította. Ehhez képest az iskolákban egy hangot nem tanítanak ezekről. Érted? Tehát el akarják hitetni az emberekkel, hogy egy életed van, egy halálod van. Tudod miért? Hogy mindent ebben az életedben kell megélned, és ahhoz minél többet kell keresned, hogy minél többet költhess, hogy kiszolgáld a fogyasztói társadalmat. Világos voltam? Miért? Hogy minél több hasznot termelj a fogyasztói társadalomban a résztvevőknek. Nem azok, akik vásárolnak, hanem akik eladnak azoknak. Világos ez? Hogy minél több hasznuk legyen. Ők biztos, hogy jobban tudják azt, mint az oktatási rendszer, hogy az élet az hogy működik, mert ugye nekik van információk ezzel kapcsolatban, de az átlagember, aki államilag ellenőrzött oktatási rendszerben tanult, az mind téves információkat tanult az ember működésével és az ember
teremtésével, létrejöttével, életével, stb. Kapcsolatban. Megnéztük, vagy megnézted, emlékszel ilyenre, hogy tanultál biológiát, azon kívül, hogy a test felépítéséről tanultunk, azon kívül semmit nem tanítottak róla, hogy az ember hogy működik. Tehát nem tanították azt, hogy van egy lelkünk. Van egy lelkünk, amely ki tud lépni a testből. Érted? Ki tud lépni. Tehát te nem lehetsz abban biztos, hogy éjszaka, amikor alszol, nem lépsz ki a testedből. Vagy biztos vagy benne, hogy nem lépsz ki? Mert ugyanis, mikor az ember kilép a testéből, akkor tökéletesen úgy működik, mint egy kómás, vagy úgy működik, mint egy aludtem, egy mélyen alvó ember. Érted? Csak annyi, hogyha ki van lépve a testből, nem lehet fölébreszteni. Érted? Mert nagyon érdekes, gondold végig, ha egy ember kilép a testéből, és nem lehet fölébreszteni, akkor a test és az értelem, tehát a test értelme nem működik a lélek nélkül. Ez is bebizonyított tény. Ez nem besehabbal, ez így működik. Egy emberből kilép a lelke, nem tudod fölébreszteni. Alszik és nem ébred föl. És csinálhatnak vele akármit, akkor sem ébred föl. Csak akkor, ha visszalép a lelke a testébe. Érted? Na most ez azt jelenti, hogyha egy lélek ki tud lépni a testből, és vissza is tud lépni, akkor hogy került ebbe a testbe? Érted? Hogy került bele? Mikor került bele? És ha kilép, mi ölheti meg a lelket? Bebizonyított tény. Semmi. Semmi nem tudja megölni a lelket. Érted? Mert energialényről van szó. Az energiát nem lehet megölni. Az energiát tanultuk még a régi fizikában, hogy az energia az nem vész el, az csak átalakul. Oké? Tehát nem lehet elpusztítani a lelket, ez bebizonyított tény. És nem tanítják, érted? Ha onnantól kezdve nem lehet elpusztítani, akkor mi van ebben a 80 év, átlag 80 évvel, amiben benne vagyunk itt ebbe a porhüvelybe? És mi volt előtte, vagy mi lesz utána? Hát egy értelmes lélekről van szó, gondold végig, kilép a testedből, és onnantól kezdve az értelmedet totál elveszted, csak alszol, más nem tudsz. Tehát nem tudsz se inni, se táplálkozni, semmit, ezért a kómás embereket kívülről táplálják. Világos? Az összes kómás azért kómás, mert kilépett a testéből a lelke. Bebizonyított tény, ezért van az, utána beszámolnak arról, mikor visszalép a testébe, hogy mi történt. És olyan dolgokra is beszámol, pontosan, ami ott történt vele környezetében, sőt olyanról is, ami távolabb történt. És pontosan úgy történt. Tehát ezek bebizonyított tények. Tehát ha van egy ilyen valami bennünk, ami kiléphet, és onnantól kezdve elvesztjük az értelmünket, akkor az értelmünk mihez kötődik? Ahhoz, ami kilép, meg visszalép. Magyarul a lelkünkhöz kötődik. Világos ez? Totál logikus. Neked nem kell logikusan gondolkodni, úgy gondolkodsz felőlem, hogy akarsz. Nekem aztán tök mindegy. Te hagyhatod nyugodtan magadat, mindenki által befolyásolni. Az a te dolgod, nem az enyém. Világos ez? Szóval gondold végig, van egy olyan részünk a testünknek, ami az értelmet adja nekünk. Az állat nem csinál ilyet. Egy állat elhagyja az állatot, az életenergia, az elpusztul. De az életenergia elhagyja az emberi testet, az is elpusztul. Tehát ebben pont olyanok vagyunk, mint az állatok. Ha az életenergia kilép belőlünk, akkor meghalunk. Akkor a test meghal. Oké? De ha a lélek lép ki, akkor visszahozható.
ugye a test, mert amint visszalépett a lélek a testbe, már is működik a test, és már is visszanyeri a test az értelmét. Szóval mi az életed értelme akkor? Hát a tested az nem az életed értelme, az nem. Mi az élet értelme? Gondold végig, mi az életed értelme? Ez lehet, hogy egy kicsit többet kellene tudni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ugyanis tudni kellene például azt, hogy miért hozták ezt létre, ezt a bolygót, miért hozták létre az emberiséget rajta, ugye ezt itt tanítom, ilyeneket tudni kellene. Hogy jöttél létre, mint lélek? Ilyeneket is tanítok. És az ember, hogyha ezeket tudja, akkor rájön arra, hogy egy sokkal magasabb rendű dolog miatt létezünk. Sokkal magasabb rendű dolog miatt. És amit most mondok, nem kell elhinnem, elhinned, hogy hiszed vagy nem, nekem aztán tök mindegy. Te mielőtt ide lejöttél a földre, te egy olyan lélek voltál, akinek sokkal, de sokkal több tudása volt, mint amit most el tudsz képzelni. Érted? Sokkal. És amikor először lekerültél ide a földre, akkor a tudásodat elmentették, és elvették. De ezt a te engedélyeddel vették el, de nem testben gondolkodj, hanem lélekben. Oké? Okay? Tehát elmentették. Miért? Nagyon egyszerű a válasz. Mert gondold végig, ezzel a tudással, ami most van, bele kellene költöznöd egy újszülött testbe. Mi lenne veled? Belebolondulnál. Szó szerint. Világos ez? Gondold végig, kellene 21 év, mire teljesen úgy működné, mint egy felnőtt. Mert 21 éves korban válik az ember felnőttél, nem 18. Szóval lényeg az, hogy 21 éven keresztül totál korlátozva lennél. És csecsemőként meg aztán végképp. Tehát gondolkodj. Most itt vagy, tanítottak neked olyat, hogy egy életed van, egy halálod van. Melyik lenne a jobb? Az, hogy amit eddig ezt a marhaságot tanították, mert szó szerint az, vagy az lenne a jobb neked, hogy van egy olyan lelked, ami öröklétű, ami elpusztíthatatlan. Melyik a jobb? És hát tudod, miért félnek az emberek a haláltól? Mert attól félnek, hogy utána átmennek a nagy semmibe, ami azt jelenti, hogy utána semmi nincs. Tehát magyarul van ez az átlag 80 év, ami a minden, és utána meg megszűnik minden. És ezért félnek a haláltól. És ezt elhitették, de az emberiség nagy része még mindig azt gondolja, amit most elmondtam. A fogyasztói társadalom országaiban, és ahol kötelező az oktatás, tanítják azt, hogy egy életünk van. Vagy vannak olyan országok, ahol azt tanítják, hogy akkor hozta létre a Jóisten a lelkedet, amikor beletette ebbe a testbe. Vannak olyan országok, ahol ezt tanítják. Például a keresztény tanítások erről szólnak. Tehát minden újszülöttbe belekerül egy akkor létrehozott lélek. De akkor is felvetődik a kérdés, jó, és mi van utána, ha meghal? Mert ugye akkor a keresztény tanításokban is benne van, hogy a lélek az nem válik semmivé. És akkor utána mi van? És akkor mi van olyannal, mikor például az ember emlékszik az előző életére?
mert valami miatt benne hagyták az információkat. Azokkal mi van? Gondolkoz. Tehát ha mit tudom én, netántán azt próbálnád elhinni, hogy tényleg valóban most jött létre erre az életedre az a lélek, akkor is gondolkodni kell azon, hogy utána mi van, és utána akkor is a lélek az örök létű, így is, úgy is. Tehát semmilyen keresztény tanításban nincs, hogy a lélek az eltűnik, nincs ilyen. Nem kéne ilyen dolgokkal azért időnként gondolkodni, már csak azért is, hogy miért vagy itt a bolygón. Tehát miért vagyunk, nem csak te, hanem maga az emberiség miért van itt. Mi a dolgunk itt? Hát az nem lehet, hogy a gyerekek nevelése, mert azok akkor meg kéne halni akkor, amikor a gyerekeket felneveljük, nem? Nem? De a legtöbb ember nem akkor akar meghalni, mikor a gyereket felneveli, nem? Hanem azért még akar tovább élni. Ha túlélés, akkor mivel vagyunk különbök az állatoknál? Ha pénzköltés? Hát az meg nagyon... Tehát mindent felélni? Hát az meg egy nagyon etikátlan cselekvés, nem? Hát azért élünk föl mindent, mert annyi pénzt költünk, hogy nem győzik energiával ellátni azokat a termékeket, érted? Amit meg kell termelni. És akkor ahhoz, mint most, a fákat ki kell vágni, hogy az emberek tudjanak fűteni. Most gondold végig, mit tudom én, nem 10 millióan lennénk, hanem 1 millióan, akkor tizede fát kéne kivágni. Világos ez? Tehát gondold végig, hogy mi az emberi élet értelme? Mi az értelme? Az emberi életnek egyetlen egy értelme van. Nincs több. A lélek fejlődése. És mi által fejlődik egy lélek? Majd beszélek arról is, hogy miért. Sőt, inkább abban arról beszélek. Tehát miért kell a léleknek fejlődni? Hát miért a gyereknek nem kell fejlődni? Tehát miért kell abba hagyni a szellemi fejlődést, befejezve az általános közép, vagy egyetemi, vagy főiskolai tanulmányokat? Miért? Mi benne a logika? Miért kellene addig fejlődni, ameddig az iskolában tanítanak? És miért kellene az iskolában elfogadni azokat a tanításokat, ami államilag ellenőrzött kötelező jellegű, és hamis adatokat tartalmaz? Nyilván nem az a hamis adat, hogy mennyi 4×4. Érted? Most nem erről beszélek. Hanem az ember és az élet működéséről hamis adatok. Tehát gondold végig, hogy egyetlen egy dolog, aminek értelme van, vagy értelme lehet, ha még te nem tudod, hogy van, az, hogy az emberi lélek fejlődjön. Az emberi test nem tud fejlődni. Főleg, ha egy életed van, egy halálod, hát megy a kukába az egész. Érted? De ha a lélekről beszélünk, ami nem megy a kukába, akkor az, hogy az fejlődjön. Miért akarod, hogy a gyereket fejlődjön? Miért nem hagyod meg olyan butának, mint ahogy megszületett? Mert természetes dolog, hogy a saját gyerekünket fejlesszük. Akkor utána felnőttként te miért nem akarsz tovább fejlődni? Azt mondod, hogy megérsz dolgokat. Aha, és mit érsz meg? Mit csinálsz a dolgokkal, amit megérsz? Problémázol vele. Ez tipikus. Az emberek tele vannak problémával, azért rosszkedvűek. Ha jókedvűek lennének, ugye miért voltak jókedvűek régen az emberek? Mert alig volt problémájuk. Tényleg. Nem volt olyan probléma, hogy mit tudom én, na most válik a gyereke. Mert nem vált el a gyereke. Érted? Meg nem volt olyan problémája, hogy na, nem tudnak egymással kijönni. Miért nem? Mert a nők ki tudtak jönni a párjukkal. Manapság meg nem háborúznak a népek, hanem háborúznak a családokon belül élő férj és feleségek. Most erről szól a háború. És akkor mi lesz belőle? Válás. Érted?
Hát én úgy jártam általános iskolába, hogy egyetlen egy olyan, pedig voltunk 32-en az osztályba, és egy olyan szülő volt, aki egyedül nevelte a saját gyerekét, egy a 32-ből, de az azért, mert az édesanyja meghalt, nem elváltak, egyetlen egy elvált szülő gyereke sem volt az osztályban, és ez a 68-tól 76-ig tartó osztályról beszélek, érted? Mert ott ugye első dolog mindig az volt, hogy megkérdezték évelején, nem tudom most kérdezik-e az iskolákban, ott minden évben megkérdezték, hogy milyen a családi helyzet otthon, tehát hogy együtt élnek a szülők, és mindenki hallhatta, hogy együtt élnek, vagy annál az egy gyereknél hallhatták, hogy ott nem, mert ugye meghalt az édesanyja. Most szerinted hány százalék az, amelyik azt mondja, hogy külön vannak a szüleitől? Mármint a szülők külön vannak. Hm? Elérték ezt? Hogy így legyen? Na most akkor gondold végig, hogy ott vannak az emberek, tel is tele vannak problémákkal, és mert ugye azt gondolod, hogy majd a probléma az, az fejleszt téged, akkor fejleszt, ha van rá megoldásod, de ahhoz, hogy megoldásod legyen a problémához, talán tudással kellene rendelkezned, nem? 2010 óta, mióta elkezdtem tanítani főtevékenységben az embereket, azóta rendszeresen tesznek föl problémákkal kapcsolatos kérdéseket, rendszeresen, azóta nem tudtak az élet és az ember működésével kapcsolatban olyan kérdést föltenni, amire ne tudtam volna megoldást adni 12 éve, pedig azóta több mint 50 ezer ember tanult itt, érted? 12 év alatt. De te azt gondolod biztos, hogy abból tudsz tanulni, hogy problémák érnek. Abból nem lehet tanulni. Ha megoldod a problémát, abból lehet tanulni. Mondom, ez hangsúlyozva. De ahhoz, hogy én azt látom, hogy ahhoz, hogy az ember megoldja a problémáját, ahhoz módszerrel kell rendelkeznie. Módszerrel. Tehát kell olyan módszer, amivel megoldja. Tehát kell tudás, ami adja a módszer természetesen. Tehát nem az a módszer, hogy na ezt nem jól csinálod, csináld jól, és akkor elmondják, hogy hogy kell jól csinálni. Mert ilyen szokták, érted? Tehát ha így csinálnád, akkor az jó lenne. Aha, és hogy jussak el oda? Hogy jussak el A-ból B-be? Ez olyan, mintha azt mondanák neked, hogy most itt vagy Budapesten, és te Nyíregyházára akarsz eljutni, és akkor teleportáld magad egyik pillanatra másikra. Nem tudnád megcsinálni. Akkor azt meg kellene tervezni, hogy hogy kell oda jutnod, és kellenének eszközök, amivel oda eljutsz. Akár a lábad is eszköz lehet, csak kicsit hosszú lenne odáig eljutni lábbal. Érted? Tehát ugyanez, ha az ember el akar valamit érni, akkor módszerekre van szükségük. Nehogy azt hitt, hogy a díjmentes részben fogok neked módszereket adni. Nem fogok. Mondok olyat, hogy ha így csinálod rosszul, így kellene jól csinálni, mint a többiek. Csak a többiek nem tudnak adni módszereket, én tudok adni módszereket a második részben. Ez a különbség. Tudod, mennyi tudást tudok átadni? 9 évnyit. Keres még egy olyan tanítót a bolygón, aki 9 évnyi tudást tud átadni az embereknek. Az azt jelenti, hogy havi 30 óra. De ha mondjuk havi 60 óra lenne, azt is tudnám teljesíteni. És nagyon szeretem, mondhatjuk azt, hogy imádom a módszereket. És mindig keresem azokat a dolgokat, ami számomra ilyen kihívást jelent, és meg kell oldani valamit. Jó, van egy előnyös helyzetem a legtöbb emberrel szemben.
a fentiek támogatnak abban, hogy átadjam a módszereket az embereknek. Tudással támogatnak. Tehát olyan szinten gondold végig, hogy mondjuk kérdezel ember és az élet működéséről valamit, és netántán nem tudom, mondjuk 2-3 percen belül megküldik a választ. Érted? Vagy mondjuk olvasok valamit, és akkor ugye megkérdezem azt, hogy ez igaz-e, és megmondják, hogy nem igaz. Erre megkérdezem, másik dologra megkérdezem, hogy igaz-e, és akkor mondják, hogy igaz. És annak alapján tudok tanítani. Akkor nézzük tovább. Vagy például olyan, hogy olvasok valamit, és akkor kiegészítik egy csomóval. Mondjuk egy mondatot, vagy egy szót olvasok, és akkor kiegészítik mondjuk egy órányi tudásanyaggal. Érted? Tehát vannak olyan képességeim, vannak egyéb képességeim is, tehát vannak olyan képességeim, ami azt eredményezi, hogy átadjam a tudást. De mi az, hogy aranykor? De gondolom ezt elolvastátok, legalábbis remélem, nem kell végigolvasnom. Jó, itt van ez az aranykor kérdés. Tehát ehhez azt kellene tudni, ilyen alapszinten, hogy nem ez az egyetlen emberiség, ami a Földön van. Ez az emberiség 4000 pár száz éves. Tehát ez így, ahogy van, ez az emberiség 4000 pár száz éves. Tehát ilyenfajta működésben. Előtte volt, hallottunk olyanról, hogy vízözön és elvitte az emberiséget. Az valamennyire igaz. De azt olyanról is hallhattál, hogy az előző emberiség előtt is még voltak földrészek, amelyik már nincsenek. Például ilyen, hogy Mu. Az a földrész, hogy Mu. Nem hallottál? Nézz utána. Az nem az atlantiszi időszakban lévő földrész, az az atlantiszi időszak előtti emberiség idején létező földrész. Ugyanis találtak már olyan iratokat, avval, nem iratokat, bocsánat, olyan feliratokat avval kapcsolatban, különböző, ugye két dolgon maradnak meg a feliratok, illetve három dolgon, ugye kőbevésve, agyagtáblákban és aranylemezeken. Ezen maradnak meg. Ez a három. Nincs több. És találtak olyanokat, ami a kettővel ezelőtti emberiség. És ugye az úgy volt, hogy amilyen feliratokat találtak, abban olyanok is le voltak írva, hogy azelőtt is voltak már emberiségek. Tehát a jelenlegi emberiség 2000 évvel ezelőtt sokkal többet tudott a Föld és az emberiségek múltjáról, mint most tudunk. Ezt tudjátok? 3000 évvel ezelőtt még többet tudtak. 4000 évvel ezelőtt még többet tudtak arról a múltról, ami ennek az emberiség előtt történt. Érted? Tehát lényeg az, hogy tudni kellene olyat, hogy ez a hetedik emberiség a bolygón. És voltak, most gondold végig, nem is olyan rég olyan emberek az előző emberiségnél, olyan emberek, akik nem ekkorák voltak, mint mi. Sokkal magasabbak, érted? Ha mit gondolsz, miért maradtak fönn olyan épületek, hogy mit tudom én, 10 méteres bejárata van? Érted? 10 méteres bejárat. És akkor olyan kőtömbök, érted, hogy mivel annyiszor nagyobbak voltak azok az élőlények, ezért ugye könnyebben dolgoztak azok a hatalmas kőtömbekkel, mint most mi a tégladarabokkal, érted? Gondold végig, miért voltak akkora épületek a múltban, amik megmaradtak, ránk maradtak? Hát sokkal nagyobb volt az előző emberiség. És ez tény, mert találtak ilyen csontvázakat. Szóval, de ez csak egy dolog. Tehát ez a hetedik emberiség. És ugye miért érdemes tudni, hogy hetedik emberiség?
Hát hova lett a hat? Eltűnt. Ami azt jelenti, hogy mindig volt oka, hogy eltűnjön a hatodik emberiség. És tudjátok, mi volt a fő ok? Hogy akkor tűnt el mindig egy emberiség, amikor az emberek elkezdtek Istent játszani. És ez az Isten játszás elkezdődött a második világháborúval. Szó szerint. Avval kezdődött el az Isten játszás. A második világháborúval. Azóta a technika az ugrásszerűen felfejlődött. És minél jobban fejlődik ugye a technika, az ember annál inkább akar Istent játszani. És ez az Isten játszás ennek az emberiségnek lejárt 2012 év végén. És akkor hogy élünk? Mert nagyon sok a jó ember, a bolygó 80%-a jó ember. Csak az a baj, hogy a jó emberek nem tesznek semmit. Ha mit tehet egy jó ember? Ha most gondold végig, hogyha az emberek 80%-a a bolygón a jó emberek, mi a rossz ember? Az elnyomók, azok a rossz emberek, akik elnyomják a többséget. Úgy is nevezzük, hogy antiszociális emberek. Tehát maradjunk a jó embereknél. Gondold végig, hogyha a jó emberek, azok ismernék a tudást, és etikusan működnének. Mindenki. Aki ismeri az etikus működést, az tanulta már, az nem a 10 parancsolat, hanem annál sokkal több. Jó? Tehát az etikus működésnek az alapelve, hogy mindig a legnagyobb jó érdekében cselekedjen az ember. Abban például benne van olyan, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Vagy ne tegyél olyat, ami a többségnek ártalmára van. A többségnek ártalmára van. Stb. Stb. Meg például olyan, hogy nem ulaszd el megtenni azt, ami a többség javát szolgálná. Érted? Tehát ugye ezek olyan szabályok, hogy mit ne tegyél. Tehát nyilván akkor az ellenkezőjét is tenned kell. Tedd meg azt, ami a többség érdekét szolgálná. Világos ez? Tehát tedd meg azt. Na most a legtöbb ember mit tesz a többség érdekében? Mit? Saját érdekében tesz. Többség. Még mondhatjuk azt, hogy a fiatal társadalomnak a java még a családjáért sem teszi meg. Érted? Hanem csak kizárólag saját magáért. Mert nincs családja. Tehát nem tudod családjáért tenni, mert nincs neki. Világos ez? Megnéznéd mondjuk a 30-35 éves korosztály nagy részét, csak kizárólag saját magukért tesznek. Susz! Senkiért másért. A nagy része. Miért? Egy az, hogy nincs családja. Kettő, ha van, akkor nincs jó viszonyban a párjával. Érted? Meg a családtagjaival. Vagy rosszul látom? Tehát gyakorlatilag egy dolgot csinálnak, magukért tesznek, tehát követik a fogyasztói társadalom elvárásait. Egy életed van, egy halálod, mindent minél hamarabb kell megélned, és nyilván fiatalon, amikor még nem vagy beteg. És ezt az elvet követik. Szó szerint. Hát ha kicsit visszamegyünk a saját időmbe, akkor nekünk már, mikor én 35 éves voltam, javában volt két gyerekünk, érted? Javában. És volt saját házunk természetesen. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy mi tettünk legalább a családunkért, ha másért nem is. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol egyszerűen nem tudják az emberek, mi az, hogy etika. Ez egy hány hónapos képzés az etika? 4 hónapos képzésünk, 120 óra. Egy 120 órás képzés. Mert 30 óra egy havi képzés.
sehol a bolygón, semmilyen szervezetben nem kapsz 120 órányi etika képzést. Sehol. Senkinél. Akármennyit fizethetsz, 120 órás etika képzést sehol nem kapsz. Tehát nincs összeállítva 120 órás etika képzés. Sehol a bolygón, csak nálunk. Világos voltam? Lehet, hogy a következő még hosszabb lesz, csak úgy mondom. Jó? Tehát nem 4 hónap lesz. Mert szaporodnak a tanulmányok. Tehát gondold végig, ha az emberek etikusak lennének, és megtennék azt, amit nekik meg kellene tenni, akkor milyen bolygó lenne ez? Akkor lenne itt boldogtalan ember? Hát az elnyomók azok boldogtalanok lennének, hogy nem tudják elnyomni a többieket. Tényleg, ők boldog, de ők hagyj legyenek boldogtalanok nyugodtan. De az emberek, a szociális emberek azok boldogok lennének. Miért? Mert gondold végig, jönne egy probléma, és fognád azt mondanád a problémára, hát ez nem probléma, ez feladat. Már neki is állok megcsinálni, megoldani. Érted? Tehát gondold végig az, hogy miért kellene itt, hogy aranykor legyen, ha már elolvastad. Mert az emberiség ideje lejárt, és örülj, hogy élsz, szó szerint, hogy élünk, örülj neki. Miért? Mert már törölni kellett volna az emberiséget. De nem törölték az emberiséget, hanem adtak határidőt arra, hogy az emberek tanuljanak, fejlődjenek, és létrehozzanak egy elnyomásmentes társadalmi formát, amit aranykornak nevezünk. Az azt jelenti, hogy ott az egy főnökmentes, elnyomásmentes társadalmi forma, ahol az embereknek annyi tudásuk van, hogy mindent meg tudnak oldani, amivel szembe találkoznak. Világos ez? És miért kell egy ilyen társadalmi forma? Mert az imént beszéltem róla, hogy gondold végig, melyik jobb, amiben hiszel. Az, hogy egy életed van, egy halálod van, és halál után nincs semmi, vagy az, hogy volt a lelkednek előző élete, volt következő élete, és a tudást azt halmoznunk kell, mint lélek, a tudást halmozni kell. És szó szerint halmozzuk, mert onnantól, mint lélek létrejöttél, onnantól a tudásod az folyamatosan elmentve gyarapodik. És amikor visszakerülsz abba a létformába, ahonnan jöttél, akkor visszakapod az összes tudást, amivel rendelkeztél a léteid során. Oké? És ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy folyamatos fejlődés minden ember küldetése, tehát a tudást hasznosítani kell. Ez kell. Most gondold végig, ha az emberek tudnának és hasznosítanának, akkor mondjuk kivágnának egy fát és ültetnének helyett a másikat. És nem azt csinálnák, mint amit csináltak ugye évezredeken keresztül a Szaharával, ami ugye egy olyan burjánzó növényzetű terület volt, mint mondom az Amazonas. Oké? És környéke természetesen. Tehát nagyon érdekes, szoktam olyan tanulmányozásokat csinálni. Tehát nem tudom, te csináltad-e, ezt már meg lehet csinálni, régen nem lehet. Engem iszonyúan érdekelt a biológia, a földrajz és a történelem. Most is. És szoktam olyat csinálni, hogy fölmegyek a Google Maps-ba, ott lehet látni ugye föntről, mi a manon, műholdon keresztül, hogy mi van. És tudjátok, hogy Afrikában látni a nagy folyókat? Ott tökéletesen látni a folyó medreket Afrikában. Ott, ahol most sivatag van. Nem ott, ahol a dűnék vannak, ott, ahol még nem dűnésedett annyira. Érted? Gyönyörűen látni a hatalmas folyómedreket, látni, hogy honnan folyt a víz, érted? A rengeteg eret, ahova befolyt a mederbe, látni, hogy a meder meddig ment, egész a tengerig. Gyönyörűen látni.
Tehát ha valaki kételkedne ebben, akkor csak ennyit kell csinálni, és meg lehet gyönyörűen nézni a Google Maps-ba, a Google térképen. Át kell kattintani ugye műholdnézetre, és totál lehet látni. És nem csak ott, hanem Dél-Amerikában, ott is, ahol már sivatag van, ott is ott vannak a folyómedrek. Oké? Ami azt jelenti, hogy az emberek nem tettek azért semmit. Kivágták a fát, hogy melegedjenek, vagy mit tudom én, lelegeltették a környéket is, mikor kivágták a fát, hogy nehogy véletlenül nőjön egy fa. Érted? És az egész persze, hogy elsivatagosodott. Lehet látni, hogy a hegyekből hogyan jött le. Az olyan hegyekből a víz, olyan hegyekből, ami már teljesen lepusztult, és csak kőből van, érted? Már nincs rajta növényzet. Gyönyörűen látni végig, ahol hegyek vannak. Nyilván Afrikában szarrán nincsenek, egy-két olyan hegy van, de például Dél-Amerikában, ott nagyon szépen látni. És ott vannak végig a vízmosások, és ugye miért van eső? Azért van eső, mert van növény. Ha nincs növény, nincs eső. Addig volt eső, ameddig volt növény. És fák természetesen az a növény. Tehát így kell működni, hogy lepusztítunk mindent. Ez az emberiség most pusztít, felél mindent, főleg a fehér ember. Érted? De nem csak mi, hát mi nem Afrikában éltünk. Meg nem Dél-Amerikában éltünk, ott azt nem mi csináltuk, azt a pusztítást. Tehát nem kellene azért valamit tenni, érted, hogy egy jobb világ legyen? Ha te nem hiszel abban, hogy az Istenek üzentek nekem arra, hogy aranykort létre kell hozni, semmi gond, ne hidd. De akkor is nem kellene ezért a bolygóért valamit tenni. Ez a működés a normális, hogy mindent fölélünk, mindent elpusztítunk. Nehogy már azt mondd nekem. Hát ha azt mondod, hogy ez a normál működésünk, akkor te hülye vagy, én erre ezt tudom mondani. Ez a válaszom. És nem érdekel, ha megsértődsz. Mert ez az igazság. Oké? Gondold végig. Mondom, nem kell, hogy hidd. Én tudom, hogy mit üzentek rajtam keresztül, érted, az aranykorra kapcsolat, neked nem kell elhinni, akkor is nem kellene összefogni, nem kellene a tudásunkat fejleszteni, hogy ne pusztítsunk mindent. Gondold végig. Tehát itt vagyunk, egy olyan lehetőséget kaptunk, amire úgy hívják, hogy korszakalkotás. Elérkeztünk abba az időszakba, ahol ezt meg lehet csinálni az internet segítségével. Érted? Korszakot lehet létre, egy új korszakot lehet létrehozni. Létre lehetne hozni egy normális emberiséget. Nem egy ilyen abnormális, ami most van. Ami minden csak lepusztít. Érted? Meg felél, meg szemetel, meg mindent csinál. Érted? Vannak olyan találmányok, érted, hogy itt van például az energiaválság. A 90-es években már volt olyan találmány, hogy egy ilyen hordónyi kis szerkezetet, ilyen örökmozgó áramfejlesztő valamit beviszel egy lakásba, és egy teljes lakásnak a villany ellátását fűtéssel együtt természetesen ellátná. Ez föl van találva a 90-es évek óta. És akkor itt energiaválság van. És akkor egy ilyen készülék, ilyen a 1,5 millió forint. Jó, lehet, hogy most már több, mint tudom, 3, na. Hát annál több egy napelem telepítés, azt az nem állandóan megy, érted? 5 órát tud működni egy napelem, 5 órát, érted? Súszpassz, ennyi, és van 24 óra egy nap. Jó, tehát egy olyan világ van, ahol igenis nem tehetjük meg azt, hogy nem fejlesztjük a tudásunkat. Ha nem fejlesztjük a tudásunkat, ugyanúgy járunk, mint az előző emberiség. Kimentik azt, akik megérdemelték, a többire meg azzal a különbséggel rárombadják a bolygót. Azóta, mióta ugye vannak az emberiségek, azóta kiépült az univerzum. És itt nekünk a mostani energiánk útban van a fentieknek. Ha ezt te nem hiszed, nem érdekel. Én meg tudom.
szó szerint útba vagyunk. Ha nem emeljük föl ennek a bolygónak a rezgését, már pedig a bolygó rezgése az emberiség rezgésétől függ, hát akkor ez a bolygó bizony útba van. És úgy jár, mint a Marduk bolygó. És ez nem ijeszgetés, ne érts félre. Tehát ha nem teszed a dolgodat, nem éled meg a 35-öt. Ennyi a 2035-öt. Nem éled meg. És ez nem ijeszgetés, ez figyelmeztetés. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsi Miklósnak ezt a megdöbbentő hatású előadást. Szerintem itt élőben azért így ezt végignézni és meghallgatni. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Hát most 15-öt kaphattunk abból, hogy mit lehet itt tanulni és hogyan. Mert ugye az első részben beszéltem a spirituális emberekről, most így beszélnék a végén arról, hogy kinek alkalmas még az iskola arra, hogy fejlődjön. Tágabb értelemben azt mondhatnám, hogy kortól, nemtől függetlenül, nemzeti hovatartozástól függetlenül, aki szeretne fejlődni, az itt fejlődhet. Felfejlődhet arra, hogy alkalmas legyen az aranykorra. Mi ezt már megtapasztaltuk. És tényleg, aki nem hisz benne, mert látjuk, hogy sokan nem hisznek még ebben a dologban, azok majd megtapasztalják, hogy sokkal jobb egy ilyen úton elindulni, mint sodródni a világnak a folyásával, vagy amit meg akarnak velünk etetni. Mert etetés folyik rendesen, az látszik mindenhol. Tehát mi már meggyőződtünk arra, hogy életünk egyik legjobb döntése volt ez, és hogy ezen az úton elindulni bárkinek érdemes. Én miközben hallgattam Szedlacsik Miklósnak az előadását, az volt, lepörgött az én gondolataimban is, hogy nekem is valóban volt az életemben egy olyan szakasz, megkintanultam egy szakmát, dolgoztam, aztán vettem tárgyakat, vettünk azt, és rájöttem egy idő után, hogy ezek a dolgok, amiket megveszünk, vagy amit magunk körünk építettünk, ez nem tesz boldoggá. Egy darabig. És egy idő után valóban engem is elkezdett azt foglalkoztatni, mint ahogy Szedlacsik Miklós beszélt a képzésben, előadásban, hogy ezért vagyok én itt azon a földön. A Jóisten azért adott nekünk lehetőséget, és összerakott minket úgy, hogy mi, ha ide leszületünk, ha lejövünk, akkor boldogan éljünk. Hol van ez? És én ezt elkezdtem keresni, hogy én szeretném azt, hogy tényleg nem csak azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk, meg fenntartsuk magunkat, hanem az, hogy miért vagyok én itt, a lelkem. Tehát, hogy tudom én ezt tényleg boldoggá tenni, hisz minket megteremtett a Jóisten azért, hogy éljünk egy boldog életet, de hogy? Amikor tényleg az iskolába jártunk, sehol semmi erről nem beszéltek. És aztán elkezdtem, hogy akkor vettem könyveket, olvasgattam. Nagyon kevés volt. És mint ahogy mondtuk, hogy elkezdtünk járni képzésekre, próbáltuk keresni tényleg azokat a módszereket, most már így azt mondom, hogy ami valóban elérjük azt, hogy miért vagyunk itt. És nem igazán kaptuk meg sehol, és hál' Istennek az égieknek, ez már most már 8 éve, hogy elénktették a PPH-t. És itt a PPH-nál kaptuk meg valóban azt, ami által egy teljesen új életet kaptam, mire mindig is vágytam és szerettem volna, hogy megismerjem önmagam. Egy olyan életet tudjak élni, ami valóban kerestem, és hogy az életemben a problémákat tényleg meg tudjam oldani, hogy azok meg legyenek oldva. Fantasztikus, hogy itt nem csak azt tanultam meg, hogy itt föl szokott lenni vetítve 10 életterület, hogy önmagam, mindjárt megmutatjuk. A önmagammal, a pároddal, szülőddel, itt kivetítődik a gyerekeddel, másokkal, munkáddal. Tehát ezek mind nagyon fontos dolgok. De emellett még azt is megkapjuk és megtanuljuk,
Azért, mert itt nem csak a tudás módszereket kapjuk, hanem a Szelacsik Miklós úgy rakta össze ezt az iskolát, hogy van egy gyakorlási lehetőségünk. És itt nem csak én vagyok benne. A szervezés által. A szervezés által. És itt nem csak én vagyok benne, hanem az emberek, az emberiség. Tehát itt nekünk egy olyan akkora tudás és lehetőség van itt a PPH-nál, amit mi se gondoltuk egyébként, amikor ide elkezdtünk járni, és elkezdtünk tanulni, amit sokan el se tudják képzelni. Mert mi, mondom, mi se gondoltuk. És igenis, amikor a Szedlacsik Miklós azt mondja, hogy nincs másik ilyen iskola itt a Földön, ez valóban így van. Mert nagyon-nagyon sok mindent bejártunk, és valóban nem volt ilyen lehetőség, ami itt van. Tehát itt tényleg ezt tudod, nem is tudom, segíts mondani. És ez pont a szervezésből kifolyólag más teljesen, mint máshol. Beszélgethetsz emberekkel, akik úgy gondolják, hogy idegenek, alkalmazkodni kell hozzájuk, úgy beszélni, hogy ők gondolják. Te is változol. Az életben bármi össze, mert már tudod kezelni. Meg nekem tényleg, tehát azt tetszik, hogy nem csak én vagyok benne, hanem az emberiség. Tehát itt vagyunk, egy olyan közösség van, ami egy hatalmas célja van, és akik itt tanulnak, persze ennek el kell azért telni itt időnek, hogy mi is ezt a tudás által, hogy ezt megértsük. De én azt mondom, és azt üzenem azoknak, akik már rég hallgatnak, vagy most hallgattak minket először, hogy gyere, és ha nem is tudod személyesen, de van rá lehetőséged itt Budapesten bármikor ide az irodába el tudsz jönni, akkor gyere el, és ismerd meg Szedlacsik Miklóst, ismerd meg az itteni embereket, mert nagyon jó. Ne hallgass senkire, hanem gyere el, és te magad győződj meg arról, hogy itt valóban mit is kapsz, hogy is működik. A másik pedig az, hogy a Szedlacsik Miklós egy olyan tandíjat állapított meg, ami megfizethető. Tehát ez úgy van, hogy első hónap 19.700 forint, és utána második hónaptól pedig 9.800 forint havonta a tandíj. Ez most még. Ez fog majd változni márciusban, úgyhogy én úgy gondolom, ez egy olyan csekély összeg már most a mai világban, ami megfizethető, de amit érte kapsz, az egy élet. Egy teljesen más minőségi életet kapsz. Hát mit lehet kapni érte? Nekem van egy példám. Nem régóta beszélgetek egy 27 éves fiatalemberrel, otthon ül, nincs munkája, magában van zuhanva, angulatingadozások, néha nem is lehet vele beszélni. Két nap múlva írja nekem, hogy irigy rám. Miért? Hát nézegetett előadásokat, nekem van autóm, házam, feleségem. És így ültem otthon, és egyből belém jött, hogy az értékrend. Beszéltem már régebben, de mi az értékrend? Csak ennyi. Ez a fontos, hogy autó, ház, autó, vagy feleség. Mert a feleség az... Bocsánat. Ebbe belesültem, oké. Majd megbeszéljük. Pont azt akartam mondani, hogy a feleséget nem kér, így el meg van 27 éve, semmi gond. Autó már volt többször, egy párszor is buktam, a házat is majdnem elbuktam. De hol marad a tisztelet? A szeretet, értékes kapcsolatok, célok, értékes beszélgetések emberekkel, érzelmek. Mert ugye fontos, hogy az embert szeressék, vagy megtanuljon szeretni. Én azt hittem, hogy tudok szeretni. Itt döbbentem rá a PPH-ba, hogy fogalmam nincs arról, hogy mi az, hogy szeretet. És én mindig arra használtam, hogy érdekem volt avval a kapcsolatban, közeli ember volt, a távoli volt, nem kell szeretni. Ha nem szimpatikus, nem is foglalkozok vele. És így jött ki az egész, hogy az értékrend az nem az, amire én gondoltam. Elértünk eredményeket a PPH-nál, amitől egy jobb életkörülménybe kerültünk, de az is csak 3 napig új. De hogyha én beszélgetek valakivel, akár új tanulóként szeretném, vagy egy viszonylag idegen ember, vagy egy tanulóval, az a beszélgetés engem fölemel. És nem csak órákra, hanem lehet, hogy napokra. Ha összejövünk, az is napokra fölemel. Az anyagi biztonság nem fog fölemelni. Ha túl sok van, az a baj, ha túl kevés, az a baj, van vele mindig valami baj.
de a szeretet és a kapcsolatok, azok megtarthatják ezt az egész bolygót. A lóvé nem fogja. A pénzzel mindig baj volt, baj is lesz, mert amíg vannak elnyomók, meg vannak érdekek, addig abban mindig bele fognak kavarni, a szeretetben nem tudnak belekavarni. Az ember, akiben van szeretet, az túl tud élni, bármi is történik a bolygón. És ez az igazi érték az egészben, ezt lehet itt megtanulni a PPH-ba. Bárkinek, bárhonnan. Meg az is nagyon tetszett, és szerintem nagyon fontos, hogy a rendszeresség. Ezt mindig el szoktam mondani, mert mindig vannak újak, akik először hallgatnak minket, hogy itt nálunk minden héten szerdán és vasárnap képzés van. Teljesen mindegy, nincs téli szünet, nincs nyári szünet, nincs semmi. Itt mindig képzés van, itt mindig kapjuk a tanítást, mindig kapjuk, hogy mi a következő lépésünk. Most például az önbizalomteremtőnél tartunk, és itt mindig megvan, és foglalkozunk vele. Szokták mondani, amikor szervezünk és beszélgetünk emberekkel, hogy nekik teljesen elég az első rész, a díjmentes. Lehet, hogy amikor hallgatod, ott is nagyon sok új, tehát nagyon sok információt ad nekünk a Szedlacsik Miklós, hogy mi történik a világban, és miért, mi hogy történik. Lehet, akkor hirtelen úgy érzed egyébként, hogy hú, hát ez nekem nagyon sokat segített. Eltelik egy pár nap, kint vagy az életben, jönnek a problémák, és mit csinálsz? Úgyhogy ahhoz kell a második rész, higgyétek el, ami benne van a tanítás és a módszer. Az első rész kevés. Nagyon sok jó dolog hangzik el benne, ez tény és való, de avval nem fogod megoldani az életedben való problémákat, meg az nem csak a problémákat, az, hogy a jövőben tovább élj. Tehát ha valaki nem látja, hogy amerre halad a világ, hogy már most már nekünk kevés az, amit eddig tanultunk, vagy az életből próbáltunk meríteni, ami sajnos, mint ahogy Szedlacsi Miklós elmondta, hogy sehol nem tanítják, mi az, hogy etika, hogy működik a lélek, az elménk, vagy semmi, tehát ezt tényleg nem tanítják sehol. Én annyira jó, hogy mi itt tanulunk, és például nekünk van a gyermekünk, és nagyon sok mindent el tudunk neki mondani, és hogy az élet hogy működik. Most erről az jutott eszembe, hogy ő most a ballag 8-ból és pályaválasztás előtt van, és akkor behívtak minket szülőket szülőértekezletre, és én csak ott ültem, és néztem a szülőket, és hallgattam, és úristen, mondom, nem is a gyerekeknek kéne szülőértekezletet, hanem a szülőknek kéne tartani szülőértekezletet. Olyan, tehát egyszerűen, mondom, te jó Isten. Tehát, és úgy eszembe jutott, hogy ú, Sárának, de jó szülői vannak, hogy teljesen másképp látunk rá dolgokra. Tehát a mai világban nincs fontosabb, mint a lelki fejlődés, a tudatosság, tanulni és fejlődni, és tanulni és fejlődni. És itt a PPH-nál itt mindent megkapunk. És persze nem fogsz egyedül tudni. Tehát, hogy sokan mondják, hogy hát ő egyedül, majd ő megtanulja, meg tudja. Nem. Ahhoz kell egy közösség, ahhoz kellenek olyan emberek, kell egy cél, ami nekünk nem is akármilyen cél van, az aranykor. Egyedül nem fog menni. Úgyhogy gyertek és fejlődjünk együtt. Hajrá! Hajrá! Így van. A szünet után önbizalom teremtő, fejlesztő coachképzésünk lesz, amelyen szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor is nézzél meg még előadásokat, mert biztos vagyok benne, hogyha egy nem tetszett, a másik tetszeni fog, mindegyik más, más téma van benne. A mester improvizál, lehet találni mindig olyanokat, ami tetszeni fog neked, és aztán már a többi is tetszeni fog. Ez biztos. Ez így van. Köszönjük szépen, hogy házigazdák lehetünk. Köszönjük itt az első szépen. Részbe. 30 perc szünet fog következni. Mondjuk azt, hogy 20 óra 05-ig, jó? Jó, jól mondom. 20 óra 05-kor fogjuk kezdeni a második része. Köszönjük szépen, szeretünk benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen!